Ludovika Podcast. Tudomány mindenkinek. Tiszteltel köszöntöm a Ludovika Podcast hallgatóit. Sarnyai Tibor vagyok, a Ludovika.hu újságírója. Mai adásunkban az úgynevezett félidős választásokról, azaz arról a választásról fogunk beszélgetni, melyet az Amerikai Egyesült Államokban az elnök 4 éves hivatali idejének felénél tartanak, mindig a november első hétfőjét követő kedden. A kérdésekre Merkovit Norbert politológus, Amerika szakértő, az NKE, ANTK közszervezési és infotechnológiai tanszékének egyetemi docense fog válaszolni, akit tisztelettel köszöntök a stúdióban. Régi szegedi ismeretségünkre való tekintettel mi tegeződni fogunk. Norbi, kezdjük talán azzal, hogy a magyar vagy más európai országok választási rendszerének ismerőinek némileg szokatlan lehet az a jelenség, hogy a törvényhozói hatalom megbízatásának fél idejében választásokat tartanak. Hogyan és miért alakult ki a félidei választás hagyomány az USA-ban? Köszönöm szépen a meghívást. Gondoljunk abba, hogy hogyan jön létre Amerika. Ugye először is egy gyarmat, ami Nagy-Britanniához tartozik, és királya van ennek a gyarmatnak. Amikor elindul a függetlenségi mozgalom, akkor az első dolog, ami ott motoszkál az alapító atyák fejében, hogy bármit csináljunk, csak ne legyen olyan, mint amit az anya hazában látunk. És hát ez ugye nem teljesen valósul meg, hogyha belegondolunk, az elnök és a király az végül is valahol megfeleltethető egymásnak, de ezen túl akkor gondolkodtak az alapítóatyák, próbáljunk meg minden mást máshogyan csinálni. A törvényhozást például alakítsuk úgy, hogy a népnek többször legyen alkalma beleszólni, mint a brit parlament képviselői összetételébe. És már az alkotmányba belefoglalják azt, hogy a szenátust azt 2 évente választják, de csak az 1/3-át. 3 csoportot állapítanak meg. Idén pont a 3. csoport újraválasztása, vagy választása zajlik. Ez 34 főből áll most 2022-ben, hiszen a szenátus az jelenleg 100 fős. A másik 2 csoport az 33-33 fős. És a képviselőházban viszont csak 2 évig lehet képviselő, választott képviselő valaki, utána újraválasztásra van szükség, hogy maradhasson. Tehát a képviselőházban 2 évente vannak a választások, a szenátusban 6 évre választják a szenátorokat, de harmadolják a szenátust. Ez rögtön benne volt az alkotmányban, és ez a rendszerhez nem is nagyon jutak hozzá. Ez a rendszer csak ott alakult át, hogy először 13 gyarmati állam fog össze, és alakítja meg az Egyesült Államokat, és növekedett a képviselők száma, ahogyan növekedett a tagállamok száma is. Így jött létre a mai 50 tagállam, mind az 50 tagállam 2 szenátort küld Washingtonba. Nem egyszerre van a választásuk, nem egyszerre jár le a mandátumuk, tehát azon államokban, ahol most választanak szenátort, ott nem mind a 2-t választják, hanem csak az 1-et. És az idősebb, aki régebb óta ül bent a szenátusban, ő a senior képviselő, a junior képviselő pedig, aki utána került be. Ez presztízs szempontjából fontos, illetve régen még a hivatalok szempontja, milyen hivatalt vállalhat még a szenátor a törvényhozáson belül, ebben is fontos szerepet játszott, ma már talán annyira nem. A képviselőházban jelenleg 435-en ülnek, és ezt népesség alapon osztják le. Tehát a nagy népességű tagállamok több képviselőt küldenek, a kisebbek kevesebbet fognak küldeni. Ott ugye mind a 435-öt most fogják majd november 8-án megválasztani, és itt az az érdekessége ennek, hogy vannak olyan választókerületek, ahol kirobbanthatatlan az egyik vagy a másik. Amerikában a valódi kétpártrendszerről tudunk beszélni, a valódi kétpártrendszerben a 2 nagy párt tud eséllyel indulni a választott tisztségekért. Tehát
vannak olyan körzetek, ahol a republikánusok kirobbantatatlanok, vannak olyan körzetek, ahol a demokraták, és vannak igazi versenykörzetek, billegő körzeteknek is nevezhetjük ezeket, ahol hol az egyik, hol a másik oldal tudunk nyerni, és valójában ez a pár körzet az, amelyik eldönti a végeredményt. Azt mondtad, hogy a cél az volt, hogy a választópolgárok többször szóljanak bele a törvényhozó hatalom összetételébe, de mit jelent a politikai gyakorlatban az, hogy a törvényhozás két házában a székeken helyet foglaló képviselők egyharmada akár kicserélődhet két évente? Az a mondás, hogy aki a kongresszust birtokolja, az birtokolja a napirendet. A napirend, és ez belpolitikára értendő elsősorban, hiszen megint csak az amerikai alkotmányból fakadóan a külpolitikában az elnöknek sokkal nagyobb hatásköre van. Belpolitikai napirend uralásában viszont a kongresszus a mai napig egy fontos szereplő, és hát minden a színektől függ, a pártszínektől függ. Hogyha az elnök pártszíne és a képviselőház, illetve a szenátus színei ugyanolyanok, akkor az elnöknek sokkal könnyebb dolga van belpolitikai csomagokat, törvénycsomagokat végigvinnie. Amennyiben már eltérés van a két ház között, mert könnyen elképzelhető, hogy és akár idén is ez megvalósulhat, hogy az egyik házban a republikánusok lesznek, a másikban a demokraták lesznek többségben, akkor már több belpolitikai csatározásra lehet számítani. Ha pedig mind a kettő egyszínű, mind a képviselőház, mind a szenátus egyszínű lesz, akkor az elnöknek nagyon nehéz dolga van, ha belpolitikai kérdésekről van szó. És a költségvetés tipikusan belpolitikai kérdés, még akkor is, hogyha érinti a katonaságot, teszem azt, amelyik az amerikai haderőt, amelyiknek a világon számos táján van szerepe. Már érintetted, de azért rá is kérdezek, hogy most mit mondanak a közvélemény kutatások, hogy milyen eredmény várható a mostani félidős választáson? Mi az, amit rendszerű, vagy ami látszik, hogy valószínűleg bekövetkezik? Jelen állapotban mind a két házban a demokraták vannak többségben, ami általában mindig várható ilyen választásokkor, hogy egyrészt kevesebben mennek el szavazni, és alapvetően egy referendumként működik az elnök elmúlt két évét. Szavazzák meg a választók, és általában nem szokták szeretni az elmúlt két évet, az elmúlt két éveket, hogyha történelmileg visszanézünk, és csak a 20. századról beszélünk, akkor Franklin Delano Roosevelt és az ifjabbik George Bush voltak azok az elnökök, akik a köztes választásoknál növelni tudták a képviselők számát, tehát az ő elnökségük alatt, ám de a 19. században se találunk túl sok példát. 1810-es években Monroe elnök elnöksége idején növekedett a képviselők száma, vagy Thomas Jefferson idején. Tehát nem túl sok példát találunk arra, hogy az elnök pártjának a képviselői sokat nyernének, hogyha mind a két házat nézzük. Hogyha csak az egyik házra összpontosítunk, akkor például azt fogjuk látni, hogy 2018-ban a szenátusban Trump pártjának, a republikánus pártnak a képviselői száma növekedett, ugyanakkor a kék hullám a képviselőházban elmosta a republikánus többséget, és a demokraták szereztek nagyon sok széket. Idén arra számítunk, hogy a képviselőházban a republikánusok többségbe fognak kerülni. A szenátus az egy sokkal izgalmasabb történet. Minimum két okból. Az egyik ok az, hogy a szenátorokból csak 100 van. Sokkal jobban lehet látni őket. Könnyen lehet, hogy valamelyik jelenlegi szenátorból lesz majd a jövő amerikai elnöke. A képviselőházban nagyon sokan vannak. Kitűnni 435-en. Kitűnni rendkívül nehéz. Szenátusi harcban eléggé kiegyenlített a két oldal.
Sőt, azt láttuk, hogy még a szeptember folyamán a demokratáknak volt egy momentumuk, és a népszerűségük növekedett, addig mostanra összekapták magukat a republikánusok, és a közvéleménykutatásokban legalábbis kezdenek feljönni a demokratákra. Könnyen lehet, hogy a jelenlegi állapot ismétlődik meg, most 50-50 a szenátorok száma, és ugye a szenátusnak az elnöke az alelnök, és egyenlő szavazásokkor mindig az alelnök szavazata dönt, tehát van egy 101. szavazat ilyen esetekre. Könnyen lehet, hogy ez megismétlődik, az is lehet, hogy a republikánusok nyernek, és még az is elképzelhető, hogy a demokraták nyernek további képviselőket. Három állam van szerintem, amit figyelni kell majd november 8-án. Ez Nevada, Arizona és Georgia. Nevada a háromból csak azért érdekes, mert hogy az elmúlt egy régi republikánus sokat támogató államból már korábban demokrata párti állammá vált, és most lehet, hogy elindul visszafele a folyamat. Arizona és Georgia pedig az a bizonyos két állam, ami Joe Biden elnökségét jelentette 2 évvel ezelőtt, és itt most nagyon kiélezett küzdelem folyik a két oldal jelöltjei között. 1%-on belül van a különbség, ami elhanyagolható, főleg a mai közvéleménykutatások világában teljes mértékben elhanyagolható. És ha ezeket az államokat a demokratáknak sikerül megvédeniük, akkor nem hogy a döntetlen állapotot, hanem még lehet, hogy valamennyi egy, maximum 2 képviselővel többet is tudnának nyerni. Ha ezeket az államokat elveszítik, és nagyjából ott tartunk, hogy bármelyiket ezen államok közül elveszítik, akkor legnagyobb valószínűséggel nem lesznek többségben majd a szenátusban. Már zajlanak egyébként a szavazások a tagállamokban, és annyit tudunk most a számok alapján, hogy a 2018-as választásokhoz képest sokkal többen mentek el szavazni, és Georgia egy érdekes állam, ott a növekedés az több mint 210%-os. De nagyon sokan hamarabb adják le a voksukat, mint a választás napja. Egyébként ezen nem kell meglepődni, Amerikában már bevett szokás, miután keddi napon, egy munkanapon van a választás, sok állam ezt úgy próbálja megoldani, ahelyett, hogy vasárnapra áttennék, úgy próbálják megoldani, hogy lehetővé teszik a korábbi választást. Két dolgot mondtál, egyrészt, hogy ez egy referendum az elnök eddigi munkájáról, másrészt meg ugye azt mondtad, hogy ez egy versengő kétpárti rendszer, ahol igazából a két párt jelöltjeinek van csak esélye. Mennyit számít a személyiség? Van-e olyan, amikor mégiscsak azt számít, hogy valaki jó szenátor? Számít. Bármennyire is furán hangzik itt Európában ülve, az értékalapú politizálásnak van jelentősége Amerikában, hogy ki mit képvisel milyen témában, és lehet, hogy egy New Yorki és egy nevadai demokrata párti jelölt politikája az totálisan eltér egymástól, még akkor is, hogyha mind a ketten a demokrata párt színeiben indulnak. Pontosan azért, mert hogy rezonálniuk kell a helyi ügyekre, és nem csak az országos ügyekre természetesen, és rezonálniuk kell arra is, hogy a választók az adott területen, az adott államban milyen beállítódásúak. Inkább konzervatívok, inkább liberálisok, és ahhoz képest el fognak mozdulni a jelöltek értékei is. Így történhet meg az az eset, hogy ülnek a szenátusban olyan képviselők, akik sokkal gyakrabban szavaznak a másik párttal együtt, mint a saját pártjukkal. Ugyanakkor ezek általában nem mérvadó kérdések szoktak lenni, hiszen a másik oldalról is vannak olyanok, akik átszavaznak.
Az meg kell jegyezni, hogy ez is változóban van Amerikában. Szoktuk mondani az európai politikáról, hogy amerikanizálódik. Az amerikai politikáról pedig el lehet mondani, hogy európaizálódik. A polarizálódás, tehát a frakciófegyelem, mondhatnánk innen, bár ezt az amerikaiak nem értik meg, amerikai politológusok sem értik meg, próbáltam velük beszélni a frakciófegyelemről, nem értették, hogy miről szól ez a dolog. Tehát, hogy akkor is a pártomnak az érdekeit fogom képviselni, amikor én nem feltétlenül értek ezzel egyet. De ha karakán politikus vagyok, akkor ellen fogok menni a saját pártomnak. És ilyen politikusokból egyre kevesebb van Amerikában, és egyre erősebb a nevezzük frakciófegyelemnek jobb híján. És mit jelent az elnök számára az, hogy a első két év után történik egy választás, amit, ahogy mondtad, ez ritkán jár azzal, hogy megerősítik az ő pártját, ifjabb Bush mondtad, meg még talán még egy 20. Igen, ifjabb Bushnál szeptember 11-e az egy meghatározó pillanat volt, és 2022-ben aztán ezt a pillanatot tudta kihasználni. Szóval, hogy ez nagyon ritkán van, hogy megerősít, inkább az történik, hogy elveszíti a törvényhozói többséget. Mi szokott ilyenkor az elnöki munkával történni, vagy hogyan próbálja folytatni a saját programját az elnök? A hidegháború idején elkezdtek a külpolitikára összpontosítani a második két évükben. Amióta már nem a hidegháborús időszakot éljük, azt láttuk ezt Obama kapcsán is, láttuk ezt Donald Trump kapcsán is, hogy hát az elnököknek megkötik a kezét, és próbálják politikai értelemben egyre nehezebb helyzetbe hozni. Obama idején is, Trump idején is, ez például a költségvetés el nem fogadását is jelentette, aminek következtében leállt a kormányzat, tehát a kormányzati hivatalok egyszerűen bezártak. Ez alatt értsük azt is, hogy nemzeti parkok bezártak, Yellowstone-ban nem lehetett bemenni. Úgyhogy ilyesmin látszik, rengeteg ügy kerül elő, ami kellemetlen az elnöknek, és természetesen az elnök pártjának, hogyha az elnök még újraválasztást akar, akkor már az újraválasztását kell nézni, és hogy ahhoz ezek az ügyek majd hogyan fognak kihatni jelen esetben 2024-ben, az elnökválasztás évében. És ilyenkor megmutathatják magukat azok a politikusok, alapvetően szenátorok, akik nagyobb babérokra törnek, elnökök akarnak lenni, egy-egy ügynek az élére állnak, és próbálják az ismertségüket növelni azáltal, hogy teszem azt országjárásba kezdenek akár. Vannak ilyenkor egyébként olyanok, hogy az elnök egy gyökeresen új policy-t kezd el az utolsó két évben felépíteni azért, hogy a következő választáson ez egy érdekes beszédtéma legyen? Én nem tudok ilyen konkrét ügyről. Egyet tudok, de ez nem egészen válasz a te kérdésedre. Lyndon Johnson ugye úgy került az elnöki székbe, hogy alelnök volt, John F. Kennedy-t meggyilkolták, és igazából nem élt meg választás, már egyből az újraválasztás következett. Vagy nem az újraválasztása, hanem a választás, az első választása következett. És a polgárjogi törvényeket például elkezdte erőltetni. Nem volt eredetileg benne a portfóliójában. Az ő politikai karrierjéhez, hogyha hozzávetjük azt, hogy ő volt az, aki aláírta a polgárjogi törvényeket, ez egy igen meglepő fordulatot jelent. John F. Kennedyről könnyebben lehetett volna elképzelni. Nála például látunk olyat, csak ez nem a választások miatt történt, a midterm választások miatt történt, hanem az előző elnöknek a
a halála miatt. És arról van már valami pletyka vagy információ, hogy Joe Biden tervezi az újraindulást, vagy ez még túl korai erről beszélni? Tapogatózik. Ő nagy valószínűséggel szeretne újraindulni. Az alelnökében komoly potenciált láttak, Kamala Harrisben komoly potenciált láttak korábban, viszont ezt, ő ehhez nem nőtt fel ehhez a feladathoz, ami nem azt jelenti, hogy ő nem indulna el akkor, hogyha Biden nem indulna. És végignézve most a demokrata párton, nem is feltétlenül látszik, hogy kiindulhatna sikerrel Harris ellen. Ugye tudjuk, jól Amerikában először előválasztást tartanak a nagy pártok, és úgy alakul ki az aspiránsok közül a két fő jelölt. Feltételezem, hogy a következő kérdésed pedig az lenne, hogy a republikánusoknál mi a helyzet. Igen, ez érdekes. Trump folyamatosan lebegteti, hogy újraindulna, megteheti, hiszen az alkotmány értelmében egyszer újra választható egy elnök, és neki van még egy ciklusa a tarsójában. Biden sem fiatal, Trump sem fiatal. Én 2 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy ez nagypapák harca, és végül is az lett. Most 2 év múlva nem tudom, hogyha megint egy Biden-Trump párharc alakulnak. Akkor már dédpapák harca. Így van, hogy ez egyre érdekesebb. Ugyanakkor van pár bírósági eljárás Trump ellen, ami ki tudja, hogy mikor fog felgyorsulni, vagy éppen mikor fog elhalni. A republikánus pártnál látszódnak mozgolódások, hogy lenne akár más jelölt is. Ugyanakkor kérdés az, hogy egy Trump által erőteljesen átformált republikánus pártban eséllyel tudna indulni egy nem Trump. Trump ellen, úgy értem. Ha pedig mindenki Trumpként indul, tehát Trumpi szólamokkal és Trumpi politikával indul az előválasztásokon, akkor pedig a végén azt láthatjuk majd, hogy ki a nagyobb Trump. Mi, akik a politológiából jövünk, politikai kommunikációval foglalkozunk, mi ezt élvezzük. Tehát van ebben egy ilyen perverz élvezet, amit lehet szeretni, hiszen a demokrácia így él, hogy megfuttatják a különféle nézeteket, a különféle véleményeket, és persze rengeteg stratégia és rengeteg taktika van ebben, amit ki jobban, ki ügyesebben és ki rosszul tud használni. Rengeteg pénzt égetnek el, és visszatérve a mostani választásokra, most is rengeteg pénz ég el a választásokban. Nem is beszéltünk róla, hogy 36 kormányzó választás is zajlik most Amerikában, és nem csak kormányzó, még alacsonyabb szinteken, állami szinteken, különféle tisztségekre is választanak embereket, tehát nagyon sok választás van, és ezért is szoktunk mindig választásokként hivatkozni, amikor Amerikában választásokat tartanak, mert hogy több államban több darab választás zajlik egyszerre, és például, ha már emlegettük Georgiát, a georgiai kormányzónak az újraválasztási kampánya is most zajlik, úgy tűnik, hogy jól áll, habár vannak olyan közvéleménykutatások, amelyek sokkal szorosabbnak mutatják a versenyt. Ugye ott történt az, hogy a szavazati jogot szűkítő szabályokat fogadtak el, megfelelő dokumentumokkal kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki regisztrálhassa magát választónak, és ez a kormányzó választás például ezért érdekes. Ez a nagy részvétel, hogy már lehet választani, ez ennek is betudható, hogy ellentmondásos személyiség a georgiai kormányzó. Norbi, köszönjük szépen, hogy itt voltál a Ludovika Podcastben. A hallgatóknak köszönjük a figyelmet. Köszönöm szépen. Ludovika Podcast. Tudomány mindenkinek.